Sziasztok! Szia Rózsa! Szia Viki! Nem, mintha most érkeztél volna. Rózsa és Anna, aki most épp a kamerát intézi nekünk. Most fejeztük be a csodálatos kis Mozdulj a létezés örömébe című bemutató Nia Intro playshopunkat Rózsával és Annával. És hú, nagyon-nagyon-nagyon üdék vagyunk, és színekben, rezgésekben, magas rezgésekben borítva ülünk itt. És Rózsát megkértem, hogy ossza meg velem, illetve velünk, vagy veletek, hogy milyen tapasztalása volt a mai nap kapcsán. Hát Viki kérdezted a legelején, hogy hogy érzem magam, és látok-e színt, mivel nagyon sok színnel dolgozom. Nekem az első bevillanás egy nagyon finom, árnyalatú, talán vízkéknek mondanám a színt az óra elején. Utána pedig kérdezted, hogy mit éreztem a végén. Nagyon érdekes, mert a legutolsó mozdulat után érkezett egy nagyon meditatív állapot után, vagy egy picike áthangolódása után. Olyan érzésem volt, mintha előttem lenne a tenger, amit egy gyönyörű szép azurkék tengert látnék, de olyan, mintha egy kis barlangon keresztül látnám azt a csodálatos színvilágot. Talán ennyi. Jól hangzik, köszi. Még azt meg tudod mondani, hogy ez a sok színes mozgás, kultúra, mozgás, világ, személyiség, mozdulat, energia, amiben itt belekóstoltatok, hogy mi az, amit esetleg adott neked, mi az, amit megtapasztaltál, mi az, ami nehezebben vagy könnyebben ment, mi az, amihez könnyebben vagy kevésbé tudtál kapcsolódni, ugye itt a 9 mozgásvilágról van szó. Mindegyik mozgás nagyon különleges, egyedi, nagyon változatos, a zene önmagával elragadó, és én azt gondolom, hogy minden idő pillanatban, ha koncentrálunk erre, akkor ez soha nem tud unalmas lenni. Mindig benne van egy játékosság, egy változatosság. Én azt gondolom, hogy mindegyiknek talán itt van a helye, de leginkább nekem a nemetmondásnak. Vagyis az a harcművészetekből a tékvándó, és az egy kihívás sok embernek, a nem parancsolás, amikor nemet mondunk, és azzal egyidejűleg ugye igent mondunk magunknak, és ahogy mondta Rózsa, ugye mondtad ezt, hogy nehéz, mert hogy nagy szíved van, és sokan összekeverik azt, hogy nagy szívünk van, és ezért nem mondhatunk nemet, de ezt gyakorolni kell, úgyhogy várok mindenkit szeretettel a következő alkalomra, úgyhogy köszönöm Rózsa, köszönöm a szépen. Kis megosztás. Köszönöm szépen. Én is.